Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert a te csendes hívásod elért bennünket. Megvalljuk, Úrunk, hogy valóban nagy lálmában élünk mi, és bennünk is zakatol még, nem csak az elmúlt hét, hanem egész életünk minden zaja, és minden feltétele megvan most annak, hogy meg se halljuk a te szavadat, hogy ne vegyük magunkra, hogy ne vegyük azt isteni szent parancsnak, hogy ne higgyünk neki, és így elkárhozzunk. És maradjon minden a régiben, és küszködjünk a megoldatlanságainkkal egyedül. Áldunk azért, hogy a te csöndes szavad már is ígéri nekünk a megoldást. Dicsőítünk téged azért, hogy kereszthaláloddal és feltámadásoddal megszerezted nekünk. Életünk minden nyomorúságából a szabadulást. Életünk minden megoldatlanságára az igazi és teljes megoldást. Könyörülj rajtunk, hogy higgyünk neked. Kérünk, hogy teremts most olyan csendet bennünk, hogy képesek legyünk meghallani a te halk és szelíd szavadat. Köszönjük, hogy a te igéd mindig kihívás. Hívj ki minket onnan, ahol vagyunk. Szeretnénk veled folytatni az utat. Néked adunk hálát azokért, akik arra készültek, hogy ma tesznek vallást a hitükről és fogadalmat melletted. Szólítsd meg őket is most igéddel. És indíts minket, hogy imádságunk vegye őket körül, ne csak ebben az ünnepi órában, hanem a továbbiakban is. A te szent lelkedet áraszt ki most gazdagon mindannyiunkra, és a te lelked konfirmáljon, erősítsen meg minket az igaz hitben. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Márk evangélium a 12. részének 28-tól 34-ig terjedő verseiből olvasom. Ezt az igét ülve hallgassuk meg, és hadd kérjem még egyszer szeretettel, hogy tessenek előbbre jönni egészen, mert nem tudnak bejönni így az ajtón. Néhány métert minden 2. részének 28-tól 34-ig terjedő verseiben így hangzik. Ekkor odament egy írástudó Jézushoz, aki hallotta őt vitázni, és mivel tudta, hogy jól megfelelt azoknak, ezt kérdezte tőle. Melyik a legfőbb parancsolat valamennyi parancsolat között? Jézus így felelt, ez a legfőbb, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A másik ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más, és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, mikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta néki, nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Kedves testvérek, szeretnék most egy meghívót átadni minden kedves jelenlévőnek. Meghívót az Isten országába. Az Isten országa ott van, ahol Isten uralma megvalósul, ahol neki engedelmeskednek. Tehát ezen a földön is ott valósul meg Isten országa, ahol emberek hallják az ő szavát, komolyan veszik azt, és hozzáigazítják az életüket. Tehát ahol Istennel kapcsolatba kerülve, valakinek az élete mindenestül megváltozik. Mert megváltozik, hogyha valóban közösségre jut Istennel, hiszen megszabadul mindattól, aki ő volt, és ami nyomasztotta, és megtelik mindazzal, aki Isten. Csak Isten országában,
lehet mindenki azzá, akivé Isten teremtette, akinek ő elgondolta. Csak ott tud valóban kibontakozni az ember. Csak Isten országában lehet éppen ezért értelmes életet élni. Egyedül ott éljük át azt a félelem nélküli teljes biztonságot, amire minden ember a szíve mélyén vágyakozik. Csak az Isten országában tapasztalhatjuk meg, mit jelent az, hogy soha többé nem leszünk egyedül, hanem az Isten nagy családjának a tagjaként, ennek az életnek a küzdelmeiben, az álvaságban, a gyászban, halálunk óráján és a halálunk után is a vele és a testvérekkel való közösséget élvezhetjük. Isten országa tehát ott van, ahol hangzik az ő igéje, ahol az emberek komolyan veszik, és ahhoz igazítják az életüket. Mi kivétel nélkül mindnyájan Isten országán kívül születtünk. Mert mi nem Isten akaratát akarjuk cselekedni, hanem a magunkét. És ezért az evangélium lényege az, hogy beléphetünk az Isten országába. Oda hív meg minket Jézus Krisztus. Az utat ő nyitotta meg. Az ő keresztje az a híd, amely a mi Isten nélküli létünkből átvezet az Istennel való közösségbe, az Isten királyi uralmába, a hitbirodalmába, az életbe. Mert az Isten országán kívül nincsen élet. Létezni azon kívül is lehet, de élni, maradandót alkotni, alapvetően megváltozni, emberré válni, csak az Istennel való közösségben, az ő országában lehet. Isten országába bármikor beléphet egy ember, amikor hallja az odaszóló meghívást, és komolyan veszi azt. Amikor hisz Jézus Krisztusban. Oda belépni azt jelenti, hogy hiszek Jézusban. Erről beszélgetett Jézus ezzel az írástudóval, aki egyszer oda ment hozzá, és azt kérdezte, hogy a 248 parancs és 365 tilalom közül, amit akkor egy vallásos izraelitának mind be kellett tartania, melyik a legfontosabb? És erre Jézus csöndes alázattal válaszol, az a legfontosabb, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És az írástudó lelkesedik, egyetért. Jól van, mester, helyesen mondtad, én is így gondolom, nagyszerű. És erre azt várná gyanútlan olvasó, hogy most Jézus is lelkesedik. Végre valaki, aki egyetért vele, aki megtiszteli őt az egyetértésével. Annyi akadékoskodás, okoskodás, gáncsoskodás, ellenállás, hitetlenség közepett, végre egy ember, az ő ember. És Jézus mégsem öleli a keblére, és nem gratulál neki, hanem egy ilyen hűvös megállapítással zárja a párbeszédet, nem messze vagy az Isten országától. Ez egyrészt elismerés, mert azt jelenti, hogy közel vagy az Isten országához, másrészt ítélet, mert azt jelenti, hogy ugyanúgy kívül vagy rajta, mint azok, akik messze vannak. Egyúttal a felelősségét is ébreszti Jézus, mert aki nem messze van, de nincsen benne, annak nagyobb a felelőssége, mint annak, aki messze van. Vagyis Jézus itt azt mondja, hogy háromféle lelki állapot lehetséges az embernek. Messze van az Isten országától, közel van hozzá, vagy benne van. Messze, közel, vagy benne. És ez az ige azt kérdezi most tőlünk, hogy mi melyik állapotban vagyunk. Életünk legdöntőbb kérdése az, hogy ezt tisztán lássuk, és ha még nem vagyunk benne, akkor elfogadjuk a meghívást, és belépjünk oda. Mi jellemzi azokat, akik messze vannak az Isten országától? Az, hogy élik a maguk életét. Nem feltétlenül gonosz életét, a maguk életét. Istentől teljesen függetlenül. Gyakorlatilag egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi Isten akarata, különösen az nem, hogy mi Isten akarata ővelük. Vagy mi az Isten elkészített terve az ő életükre nézve. Nem kérdezik,
nem a szerint élnek, nem érdeklődnek Isten dolgai iránt. Nincsenek ilyen kérdéseik, mint ennek az írástudónak, hogy melyik lehet a legfontosabb Isten parancsai között. Nem Jézushoz mennek megbeszélni a kérdéseiket. Megbeszélik egymás közt. És egymás közt általában a munkáról van szó, a divatról, a tévéműsorról, a másik nembeliekről, másoknak a hibáiról, a magunk hőstetteiről, esetleg az olvasmányainkról. Aki messze van az Isten országától, az nem feltétlenül tagadja az Istent. Sokszor ezek az emberek majdnem dicsekszenek ezzel, hogy én nem tagadom az Istent. Csak éppen nincsenek tekintettel Istenre. Nincs közük Istenhez. Nincsenek kapcsolatban vele. És mi jellemzi azokat, akik nem messze vannak az Isten országától? Az, ami ezt a derék írástudót. Le lehet olvasni. Ennek az életformának és lelki állapotnak a jellegzetes vonásait az ő viselkedéséről. Kitűnik, hogy már régebb óta figyelte Jézust. No nem közvetlen közelről, úgy tisztes távolból. Nehogy meggyanúsítsák, hogy ő tiszteli Jézust, és hogy komolyan érdeklődik ő iránta. De azért érdekelte, hogy ki ez az ember, miket mond, különösen tehetséges tanító. Érdemes odafigyelni rá. Olyan válaszokkal hallgattatja el az ellenfeleit, hogy a módszereiből is érdemes tanulni. Figyelte tehát Jézust, aztán egyszer egy nagyon fontos kérdéssel fordult hozzá, végighallgatta Jézus válaszát, ez sem jellemző mindenkire, egyetértett vele, lelkesedett azért, amit Jézus mondott. Csak ugyan nehezen érthető, hogy Jézus miért nem lelkesedik az ilyen emberekért. Miért mondja azt, hogy nem messze vagy az Isten országától? Vagyis, hogy kívül vagy az Isten országán. Mi hiányzott ebből az írástudóból ahhoz, hogy Jézus csöndesen azt mondhatta volna, hogy boldog vagy, mert boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Mi hiányzott belőle? Az a néhány mondat, amit Jézushoz szól, három fontos hiányosságát leplezi le. Az első az, hogy nem tudja, hogy kicsoda Jézus. Nem ismeri Jézusban a Krisztust. Ezt onnan tudjuk, hogy így szólítja meg mester. Vagyis, mint egy kollégával úgy beszél. Ő is tanító, Jézus is tanító. Jézus tehetségesebb tanító. Élesebb eszű tanító. Ezért jön hozzá tiszteletre méltó alázattal tanulni. Érdekli Jézus véleménye. De nem úgy hallgatja az ő szavát, mint az Isten kijelentett akaratát, távol legyen. Mint egy kollégát. Éppen ezért nem rendül meg, miközben hallgatja, amit neki mond ilyen személyesen, hogy szeresd az Urat és fele barátodat. Csak tudomásul veszi. Nem tudja, hogy kicsoda Jézus. A másik hiányossága az, hogy mindvégig elvisíkon marad a beszélgetésük. Ezt is tudom, jelszóval beteszi az ismereteinek tárházába Jézus tanítását. Ennyivel többet tudok. Érdemes volt megkérdezni. Azt mondja neki, hogy jól van, mester, helyesen mondtad. Ebben nincs semmiféle megrendülés, ebben nincs az, hogy úgy hallgatja őt, mint az Istent, aki most beleszól az ő életébe, és változtatni akar. Ő nem akar változni, hanem azért jött Jézushoz. Ő diskurálni akar. Legjobb esetben tanulni, de nem változni. Elvisíkon marad, az intellektus felszínén mozog a beszélgetésük. És a harmadik súlyos fogyatkozása az, hogy mindvégig személytelen marad a Jézussal való kapcsolata, illetve beszélgetése. Van egy nagyon szembeszökő különbség Jézus fogalmazása és az írástudó válasza között. Jézus azt mondja, hogy az a legfőbb parancsolat, hogy te szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd fele barátodat úgy, mint magadat. És erre mit mond az írástudó? Azt mondja, jó van, mester, helyesen mondtad. Mert valóban ez a legfontosabb, szeretni az embernek az Istent, és szeretni fele barátját, mint önmagát. Az embernek. Nem nekem. Nem veszi magára azt, amit Jézus személyesen neki mondott. Nem engedi mélyre magában az igét. Egyáltalán nem igeként hallgatja, mint ami Isten teremtő tette, amivel
megalgad egy embert, és valahonnan kihívja, hogy a helyére tegye, szó sincs erről. Jézus szava nem Isten igéje, amit azonnal cselekednie kell egy hívőnek, csak információ, tájékoztatás. Egy a sok vélemény közül. És ő a személyesség elől belemenekül az általánosságba. Szeretni az embernek fele barátját. Jézus azt mondja, szeresd, ötször egymás után. Ő ezt kiavítja, és infinitívusokat mond helyette, és azt mondja, hogy szeretni, az bizony jó dolog. Testvérek, amíg valaki amiatt háborog, hogy milyen bűnösek az emberek, és arra áhítozik, hogy de jó lenne, ha több szeretet lenne ebben a világban, addig attól az embertől még nem lehet várni, hogyha hazamegy, szeretni fogja a hitvesét, a gyerekeit, a szüleit, vagy a kiállhatatlan szomszédját. Mert nem akarja szeretni, ő nem változni akar. Háborog a hibák miatt, és áhítozik valami jóra. De ő nem akarja elkezdeni. És akikre Jézus azt mondja, hogy nem messze vagy az Isten országától, azokat mindig ez jellemzi. Lehet, hogy hallgatják őt, szívesen hallgatják őt, egyet értenek vele, még lelkesednek is érte, csak éppen változni nem akarnak. Engedelmeskedni nem akarnak. Márpedig ezt jelenti az Isten országába belépni. Hogy hallom, Isten hozzám szóló, akarataként hallom, és cselekszem. És így nyitom meg magamat Isten előtt, és így telítődöm ő vele, és így fogom tudni majd teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből, teljes elmémből szeretni őt. Így fogom tudni szeretni a fele barátomat legalább úgy, mint önmagamat. És így leszek képes arra a képtelenségre, hogy fele barátom az ellenségem is, mert én nem vagyok hajlandó ellensége lenni, hanem őt is szeretem. Miért? Mert Jézus Krisztust magamba fogadtam, és átitatott engem az ő igéje, és én Krisztus-szerűen gondolkozom, és úgy akarok élni. Akkor is, ha első nekifutása nagyon sokszor nem megy, de úgy akarok élni. Ez jelenti azt, hogy beléptem az Isten országába. És ehhez ad ő erőt, és erre adja az ő áldását. És ez jellemzi azokat, akik benne vannak. Mi jellemzi azokat, akik benne vannak Isten országában? Az, hogy hallgatják Jézust, és megváltozik az életük. Miközben hallgatják, általában legelőször azt veszik észre, ami elválasztja őket Jézustól, ami kizárja őket az Isten országából, vagyis a bűneiket. És ebbe bele szokott rendülni az ember. Annyira, hogy egy-egy repedésen még a könnye is kicsordul. Amikor Péter először döbben rá arra, hogy kicsoda Jézus, hogy benne a mindenható Isten van ott az ő közelében, nem tud más csinálni, mint leborul, és ezt mondja, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Senki nem beszélt a bűneiről. Halászatról volt szó, meg Jézus a sokaságot tanította. És ő nem tud másra gondolni, mint a bűneire. És nem azt mondja, hogy Mester, hanem azt, hogy Uram. És amikor Tamás rádöbben a maga vaskos hitetlenségére, és meghatódik Jézus érthetetlen szeretetétől, akkor csak ennyit tud mondani, hogy én Uram és én Istenem. És ott belerendül az egész ember ebbe az élménybe. Nem az intellektus felszíne fodorozódik, hanem a szíve közepéig hatolt az isteni ige, az isteni kijelentés. És recseg, ropog minden, aki az a régi ember volt. És születik az új, aki Isten igéjéből teremtetik, valóságos igazságban és szentségben, ahogy olvassuk az igében. Ezek az emberek belerendültek, amikor Jézust hallották. És mozgásba hozta őket az ige. Az írástudót nem hozta mozgásba. Azoknak, akik Jézustól isteni igét hallanak, azoknak nem csak az eszük jár, a szívük is megmozdul, esetleg összetörik, megmozdul a kezük, a lábuk, leborulnak, visszaviszik otthonról a lopott holmit, elmennek bocsánatot kérni, sokszor még ahhoz is, aki őket bántotta meg. Abba hagynak valamit, amit Isten megítélt, és elkezdenek valamit, amit Isten felkínál nekik,
kezükbe veszik a Bibliát, és fontosabb lesz nekik mindennél az, ami mindennél fontosabb. Az élet. Az isteni élet. A Krisztusban visszanyert örök élet. Az Isten országába való belépés. Az van bent az Isten országában, aki Jézus szavát hallva mozdul. És attól kezdve állandóan változik, folyamatosan hozzáigazodik, egyre jobban beteljesedik ő vele, az ő szent lelkével. Tudjátok, hogy Schweitzer Albert miért határozta el azt sikereinek csúcsán, a 40. éve felé haladva, hogy beiratkozik az orvosi egyetemre és elmegy Afrikába szolgálni? Azért, mert egy igét így fogadott be. Napi igeolvasása során eléje került a gazdag és Lázár példázata. És miután elolvasta, imígyen gondolkozott. Nem te vagy ez a gazdag, aki fürdeszi dicsőségben, pénzben, elismerésben, és közben Lázár koldulnak morzsákat, hogy ne haljanak éhen. És nem tudott szabadulni a gondolattól, és nem tartotta véletlennek, hogy éppen azokban a napokban kerültek a kezébe olyan külmissziói folyóiratok, amik a lehetetlen afrikai egészségügyi állapotokról is hirtattak, meg arról, hogy milyen kevesen hirdetik ott Jézust. Magára vette az igét, és megváltozott az élete iránya. Ez a komoly döntés. Itt lép be valaki az Isten országába. Mikor Isten igéje kötelező erővel hat rá, és ő engedelmeskedik. Istennek engedelmeskedik. Megtagadva önmagát, talán legszebb vágyait és terveit is. És az ilyen emberekre jellemző még az, hogy azonnal hívni kezdenek másokat is az Isten országába. Mert már tudják, hogy mi az. Mert már tudják, hogy mindennél többet ér az. És szeretnék megosztani másokkal ezt a gazdagságot. Jellemzője ez a ránk, testvérek. Hogy így hallgatjuk az igét, hogy így változik az életünk, hogy ez a nyitottság van ott bennünk, hogy így osztjuk meg másokkal, és így tovább. Messze, közel, benne. És a három közül főleg a másodikat és a harmadikat lehet összetéveszteni. És mi szeretjük is elmosni a határt. Márpedig Isten szemével nézve a határ nagyon éles. Elmondotta valaki, hogy meghívták egy esztergomi hajó kirándulása, és amikor bejárta a hajót, feltűnt, hogy lent a büfében 6-8 férfi kártyázik és iszogat. Aztán, amikor később arra sétált, megint ott látta őket. Gyönyörű idő volt, kedves társaság, szép városnéző program. Amikor megnézték a várost, mindent, amit ott lehetett, és visszatértek a hajóra, az ő emberei ugyanott ültek, és ugyanazt csinálták. És ugyanezt csinálták hazájuk. Így lehet egy hajón utazni, és mégis valamiről végzetesen lemaradni. És éppen az úti célból végzetesen kimaradni. Ezek az emberek eljutottak a város határáig. Nem messze voltak Esztergomtól, de semmit nem láttak belőle. De abból a sok szépségből sem, ami kísérte őket. Így utaznak az egyház hajóján számosan. Itt ülünk együtt a templomban, és semmit nem értenek az igéből. Nem is akarják érteni, mert félnek attól, hogy akkor változtatni kellene valamit. És megvannak a mi védekező mechanizmusaink, Isten igéjével szemben is. El tudják mondani a keresztefeszítés történetét, de soha nem rendült még meg a szívük amiatt, hogy miattuk kellett Jézusnak ott meghalnia. Sok mindent tudnak, talán jó ízűen megvitatnak, de az életük semmit nem változott. És amikor tegnap délután itt a mi konfirmáló fiataljaink válaszoltak a kérdésekre a vizsgán, többször is az jutott eszembe, Isten őrizze meg őket attól, hogy csak odáig jussanak, hogy nem messze vannak az Isten országát. Mert ez az írástudó is fel tudta mondani a parancsolatot. Hibátlanul, de személytelenül. Isten őrizzen meg mindnyájunkat attól, akik valamikor tettünk konfirmációi fogadalmat, hogy Jézusnak ezt kelljen mondania ránk, különösen majd az utolsó napon, hogy nem messze vagy az Isten országától. Hogy a küszöbelőt kárhoztál el.
mindazzal, amit tudtál, olvastál, igaznak tartottál, másoknak továbbadtál. Mert a magad életét őrizgetted. Jézusnak nem volt helye benned. Márpedig akié a fiú, csak azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A legveszélyesebb állapot, ez a középső. Az első egyértelmű, a harmadik egyértelmű, a másodiknál lehet ködösíteni, és összetéveszteni a harmadikkal. Isten szent lelke tegye a világossá mindannyiunk számára, hogy hol vagyunk mi, messze, közel, vagy benne. Ezért adom át most néktek az Isten meghívóját. Ő azt akarja, hogy mindnyájan átlépjük a küszöböt. Mindnyájan belépjünk az Isten országába. Jézus Krisztus megnyitotta az ajtót. Sőt, ő maga az ajtó. Rajta keresztül. A Biblia azt mondja, hogy az ő testén, az ő holttestén keresztül lehet csak belépnünk az Isten országába. Mert neki bele kellett halnia abba, hogy még ilyenek is beléphessenek, mint amilyenek mi vagyunk. De rajta keresztül bármelyikünk, bármikor, akár most beléphet. És elkezdődhet számára az élet. Hogy hogyan kezdődik ez el? Talán Pál apostol Pál fordulója a legszemléletesebb példa erre. Aki ment a maga útján, élte a maga rendkívül vallásos életét, osztályon felüli vallásos életét, meg volt győződve arról, hogy azok az értékek a legfontosabbak, amiket ő elsajátított. És egyszer ott a damaszkuszi úton eléje állt a feltámadott Krisztus, bemutatkozott neki, és azt mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, és megkérdezte, hogy miért üldözöl. És erre Saul Pálnak egy kérdése maradt csak. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem mester, Uram. És mit akarsz, hogy cselekedjem? És attól a naptól kezdve ő mindig azt akarta cselekedni, amit az ő ura neki mondott. Ezt jelenti belépni az Isten országába. És aki belépett, akörül megvalósul az Isten országa. Az a mennyet viszi magával mindenüvé, mert Krisztus viszi magában. Az ilyen ember a mennyet hozza le a földre, amit mi egyre inkább pokollá teszünk. Isten nagy kegyelme lesz az, hogyha azok közül, akik itt ma fogadalmat tesznek, vagy közülünk bárki, ezzel a bizalommal nyitja meg magát előtte, s teszi félre egész régi életét és önmagát, engedi, hogy Jézus legyen az Úr, és őszinte imádsága lesz az, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Erre hív minket, ami Urunk, ezért énekeltük már az elején, hogy Jézus hív, bár zúg, morajlik a mi életünk vad tengere, de az ő halk hívása tisztán hallik, jel, köves, ó, jöjj ide. Ő megszerezte ezt a lehetőséget, és kínálja nekünk. Hinni azt jelenti, hogy valaki elfogadja ezt, és megköszöni. Így ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy nyitva az ajtó. Köszönjük, hogy mi, akik elszakadtunk tőled, szembefordultunk veled, visszatalálhatunk hozzád. Dicsőítünk, hogy te magad jöttél utánunk Jézusban, aki bűnnél lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Köszönjük, hogy most kínálod nekünk az új életnek, az igazi életnek, a teljes életnek, az örök életnek az ajándékát. Indíts minket, hogy hittel fogadjuk, hogy növekedjünk ebben. Könyörülj meg azokon, akik itt most vallást tesznek a hitükről. Adj nekik növekedést a hitben. Könyörülj meg mindannyiunkon, hogy megújíthassuk veled való szövetségünket. Vagy elindulhassunk a te utadon. Megköszönjük ma mindannyian neked az édesanyánkat. És kérünk, légy irgalmas nékünk minden ellene elkövetett bűnünkért. Megköszönjük néked a gyülekezetet, és azt, hogy te vagy annak a feje. Hadd legyünk mi élő tagjai. Az ének szavaival könyörgünk.
hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Konfirmáló testvérek, álljatok föl, és Isten és a gyülekezet színe előtt tegyetek vallást hitetekről, és Jézus Krisztushoz való tartozásatokról. Feleljetek a következő kérdésekre. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra vetitek? Ha igen, feleljétek, kijelentjük. Akkor mondjuk el együtt, mi is ővelük az apostoli hitvallást, és hadd kérjem, hogy amíg ilyen fontos dolgok hangzanak, inkább mellőzzük a fényképezést. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Azt kérdezem továbbá, hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére? Hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és hogy egyedül az ő halálába és feltámadásába vetett hitáltal igazulunk meg, ingyen, Isten kegyelméből. Ha igen, válaszoljátok, hisszük és valljuk. És végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztjén anyaszentegyházunknak pedig holtig hűséges, engedelmes és áldozata kész hívei igyekeztek lenni. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, tegyen erősekké, álhatatosakká és tökéletesekké titeket a hitben és fogadástételetek teljesítésében. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. És most az első gyülekezetek példáját követve, áldással és egy-egy igével fogadunk titeket a gyülekezet közösségében, amely igét mindenkinek át is adom. Úrunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az új szent vacsora vételére. Éljetek azzal életetekben először most, szeretteitekkel együtt, és mostantól fogva mindig, amikor csak arra lehetőség van, és amikor Isten lelke indít rá titeket. A nagy kegyelmű szent Úristen pedig cselekedje, hogy se halál, se élet, se angyalok, se fejedelemségek, se magasság, se mélység, se semmi más teremtmény
el ne szakítson titeket attól a szeretettől, ami van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon néked békességet. Amen.